Véget ért a hadgyakorlat. 9 nemzet, több mint 700 katonája vett részt a közel két hetes gyakorlaton. Másfél évet kaphat, 70 kutya hangszálát vágatta el egy karcagi férfi. A Tiszaligetben, az Alcsi üdülővezetben és Szandaszőlősen folytatódik a kémiai szúnyoggyérítés a városban. Jó estét kívánok! Köszöntöm a Szolnok Televízió nézőit. Május 12-én csütörtökön 19 órakor az Aktuálist látják a nap legfontosabb híreivel. Véget ért az Európai Különleges Műveleti Erők legfontosabb éves hadgyakorlata. A közel két héten át tartó három országot érintő gyakorlat, melyhez a Black Swan is csatlakozott, Szolnokon látványos bemutatóval zárult. A katonák ejtőernyős ugrást, sérültek ellátását, illetve mentését, valamint éles lövészetet mutattak be. Zöld füst jelzi a leszállási zónát, a helikopternek igyekeznie kell, hiszen két katonát lövésért. A sebesülteket szakszerűen ellátják, miközben biztosítják a területet. A műveleti egységek a közel két hetes nemzetközi hadgyakorlat záró szolnoki bemutatóján valós helyzetet mutattak be parancsnokaiknak. A különleges regionális műveleti parancsnokságnak Magyarország a vezetője. A gyakorlaton szolnoki irányítással 9 ország katonái vettek részt. A különleges feladatok közt ugrottak ejtőernyővel, részt vettek harci helyzetekben és éles lövészeten. A gyakorlat célja volt, hogy elmélyítsék azt a különleges katonai tudást, melyet most több ország területén összehangoltan kellett végrehajtani. Teljesen elégedett vagyok. Nyilván ez a bemutatónap ugye azért itt alapvetően kis egység és egyéni képességet lehetett bemutatni. Azt azért tudni kell a gyakorlatról, hogy három ország területén 12 napon át zajló tevékenység során több mint 40 különleges műveleti feladatot hajtottak végre a katonák, mintegy 715 fővel, ami azért egy elég nagy szervezést igényel, és ezeket a műveleteket Szolnokról, illetve Szlovéniában és Szlovákiában vezették. Tehát ennek a koordinálása, a képességek leosztása, ez mind a mi feladatunk volt, úgyhogy nagyon elégedett vagyok azzal, amit tapasztaltam. Évről évre egyre több elemet vonnak be a Black Swan gyakorlat sorozatba, ami fontos azért is, mert hazánk 2024 végére el szeretné érni a teljes műveleti készenlétet, hogy speciális egységeink 2025-től már készenléti szolgálatba léphessenek. A NATO-nak természetesen minden haderőnemének megfelelően a különleges műveletének is van egy készenléti szolgálati rendszere, és a terv az az, hogy a regionális parancsnokság magyar vezetéssel 2025-ben ebbe a szolgálatba lép, ami azt jelenti, hogy ez lesz a NATO reagáló képességének a különleges műveleti komponense. A Black Swan 2022 hadgyakorlaton Ausztria, Horvátország, Szlovákia, Szlovénia, Lengyelország és az Egyesült Államok mellett idén már cseh és román katonák, valamint a TEK szakemberei is részt vettek. A különleges rendeltetésű dandár légcellás szabadeső csoportja pedig hideg égövi ejtőernyős ugrást és felderítést most először hajtott végre Norvégiában. Vádat emelt az ügyészség az ellen a kutyaszaporításból élő 32 éves férfi ellen, aki 70 állat hangszálát vágta el, hogy a szomszédokat ne zavarja. A karcagi férfi 148 kutyát tartott kisméretű kennelekben, megfelelő táplálék és orvosi ellátás nélkül. Másfél év szabadságvesztést kaphat ettért. Az egész országot felkavarta másfél éve a rendőrség bejelentése. 148 kutyát tartott embertelen körülmények közt egy ebszaporításból élő férfi karcagon. A férfi 2020 őszén két családi ház udvarán csaknem 150 kistestű kutyát, mopszot, spánielt, uszkárt, vesztit és bisonyt nevelt tárolóhelyiségekben és ólakban a szaporulat eladása céljából. Az ügyészség most vádat emelt. A karcagi járási ügyészség vádat emelt egy 32 éves férfi ellen állatkínzás büntette miatt. Az ebszaporításból élő karcagi férfi 148 kutyát tartott kisméretű kennelekben, megfelelő táplálék és orvosi ellátás nélkül. A vádlott az állomány felének elvágatta a hangszálat azért, hogy a szomszédok ne vegyék észre, milyen sok kutyát tart. A sötét, szűkös kennelekben rossz hűtőszekrények, hűtőládák szolgáltak az alultáplált, szomjaztatott ebek pihenő és fekhelyéül. A korlátozott mozgási lehetőségek miatt a felnőtt állatok karmai túlnőttek.
Az alom és a rendszeres takarítás hiánya folytán az ebek szőrzete rendkívül szennyezett volt, sokuk mancsát felmarta a vizelet és az ürülék. A nagyfokú elhanyagoltság a zsúfolt tartás következtében 46 ebnél viselkedés zavar alakult ki. A méltatlan tartási körülményeken túl a férfi a szükséges orvosi ellátást sem biztosította a megélhetését szolgáló állatoknak. Ennek következtében több mint az állomány fele bőrbetegségekben, fogínybetegségben, valamint hallójárat gyulladásában szenvedett. Az ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság börtönben letöltendő szabadságvesztést szabjon ki a vádlottal szemben, és tiltsa előtt a közügyek gyakorlásától. Az ügyész indítvány alapján a férfire, amennyiben beismeri tettét, 1 év 6 hónap börtönben letöltendő szabadságvesztés vár. Folytatódik a kémiai szúnyogírtás. A Tiszaligetben, az Alcsi üdülőövezetben, illetve Szandosszőlősen járja az utcákat a Város Üzemeltetési Kft. Szúnyoggyérítő kocsija. A kijuttatott vegyszer néhány óra alatt lebomlik, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, ugyanakkor a permetet szóró autó közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. Jövő hétfőn már az országos szúnyoggyérítési program részeként végeznek írtást a napnyugta utáni órákban. A permetezés idejére célszerű az ablakokat becsukni. 350 tonna illegális szemetet gyűjtött össze az utak mellől 2 nap alatt a Magyar Közút. A földnapi alkalmából és a Teszed kampányhoz kapcsolódva országszerte összesen 367 helyszínen több ezer közutas munkavállaló 350 tonna szemetet gyűjtött össze a társaság kezelésében lévő utak, illetve a pihenőhelyek környezetében. A Magyar Közút Nonprofit ZRT az országos 32 ezer kilométeres közúthálózathoz tartozó területeken egész évben folyamatosan ütemezetten végzi a szemétgyűjtési munkákat. Általános tapasztalat, hogy a pihenőhelyeken található konténerek és kukák mellé gyakran helyeznek ki bútort, hűtőket, háztartási hulladékot. Nagyon sok, főleg erdős területen találnak a szakemberek illegálisan kidobott sittet, elektronikai, de akár veszélyes hulladékot is. A társaság 95 mérnökségének szemétszedési tevékenysége során évente egy kisebb megyeszékhely éves kommunális hulladékának megfelelő mennyiségű szemetet gyűjt össze az országos közutak mellől. Ez évi 1,5 milliárd forintos terhet jelent a cég számára. Amíg a közútkezelő erőit ezek a munkák kötik le, kevesebb forrást tudnak fordítani az utak üzemeltetésére és fenntartására. A járványhelyzet okozta szünet után azért tartott idén már 2 akciónapot is a társaság, hogy felhívja a figyelmet a teremtett környezet védelmére, szemléletformálásra ösztönözzön a tiszta Magyarországért. Csak a közlekedőkön múlik, hogy ezúttal meddig maradnak tiszták ezek a területek. A közút ezért kiemelten kér mindenkit, hogy az út közben összegyűlt szemetet csak a kihelyezett kukákba, és ne azok mellé dobják ki. Az egyéb hulladékokat pedig vigyék el a megfelelő hulladékudvarokba, átvevő helyekre. 367 helyszínen több ezer közutas munkavállaló 350 tonna szemetet gyűjtött össze. Májusban sem pihennek a Nemzeti Adó és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok megyei adó és vámigazgatóságának munkatársai. A szakemberek ebben a hónapban elsősorban a távol-keleti termékek árusítóit, illetve a taxikat ellenőrzik kiemelten. A NAV nemrégiben tette közzé a 2022-re vonatkozó ellenőrzési tervét, amelynek értelmében a hatóság a jelentős költségvetési kockázatot hordozó tevékenységekre koncentrál, ezért vizsgálják egyebek mellett a webáruházakat, a gépjárműkereskedőket, az ingatlan közvetítőket, a vendéglátóhelyeket, a futárokat, valamint a taxisokat. Az adóhatóság arra is felhívta a figyelmet, hogy a közzétett információk nem zárják ki, hogy máshol ne lehetnének ellenőrzések. A NAV megyei szakemberei tehát lényegében bárhol és bármikor felbukkanhatnak és vizsgálódhatnak. Kedves nézőink, Önök az Aktuálist látják, a Szolnok Televízió híradóját. Most nézzük, hogy mi lesz a folytatásban, egyelőre egy-egy mondatban. Lisztérzékenység szűrés a szolnoki óvodákban. Több mint 400 kisgyermeknél végzik el a vizsgálatot. Élményfutás harmadjára vasárnap ismét megrendezzük a Pizza Sprint félmaraton és élményfutást. T
17. alkalommal indult el a Csipke Rózsika program a megyeszékhelyen. A lisztérzékenységi szűrővizsgálat keretében olyan óvodáskorú gyermekeket tesztelnek, akik tünet- és panaszmentesek. Idén több mint 400 óvodásnál végezték el a vizsgálatot. Az intoleranciával élők száma az elmúlt évekhez képest emelkedett. A varázsvíz, a hupikék, törpikék és a katicabogár története ma is nagy segítséget nyújtott a cöliákia, vagy ismertebb nevén lisztérzékenységi teszt elvégzésekor. A szolnokvárosi óvodák Pöttyös Tag intézményében 10 gyermeket vizsgáltak a Csipke Rózsika program keretében. Idén eddig 7 gyermeknél mutatták ki az intoleranciát. 2005 óta működik ez a program, tehát tényleg van múltja, és az, hogy növekszik vagy nem növekszik, minden év külön, tehát minden éve válogatja, hogy most mennyi a megtalált lisztérzékenyek aránya, de az egyértelműen látszik, hogy az 1-100-as arány, amit a szakirodalmi adatok hoznak, ez már ennél sokkal több, tehát durván 1-70, 1-80, vagyis hogyha egy ilyen szűrővizsgálatot csinálunk, mint itt a városban, hogy több százas minta, itt azért látszik, hogy az arány az lényegesen magasabb. A lisztérzékenység tünetei nagyon változatosak, éppen ezért nehéz diagnosztizálni. Egyes esetekben hasi fájdalommal, felfúvódással, székrekedéssel vagy hasmenéssel jár, de gyakori az elhízás, illetve fogyás. A cöliákia korai kimutatásával időben megkezdhető a speciális étrend követése, illetve a betegség kezelése. Mivel vegyes csoportok vannak az óvodában, így megoszlanak a korcsoportok is, és mivel egy-egy csoportban körülbelül 10-12 nagycsoportos korú gyermek van, így közülük a szülők döntik el, hogy mikor és milyen formában szeretnék ezt a lisztérzékenységi vizsgálatot elvégeztetni. Nálunk azért gyakori, tehát ezúton is a szülők segítségét köszönjük a gyermekeik érdekébe, mert volt már, akinek derült ki, hogy lisztérzékeny a gyermeke, és további kezeléseket tudott igénybe venni. A Csipke Rózsika program keretében a gyerekeknél csak gyors tesztet végeznek. Pozitív eredmény esetén fontos szakorvoshoz fordulni a pontos diagnózis felállítása érdekében. Mi előre megbeszéltük a gasztroenterológia vezetőorvosával, hogy a szűrésből kikerült gyerekek szülei jelentkezni fognak. Külön időablakot adott ahhoz, hogy mikor jelentkezzenek, és külön időablakot hagyott a sorban ahhoz, hogy a szűrésből kikerült gyerekek minél hamarabb szakorvosi vizsgálathoz jussanak, és a diagnózisuk az végleges legyen. Az étel intoleranciával rendelkező gyermekeknek a szolnokvárosi óvodák biztosítja a speciális étrendet. Május 15-én vasárnap ismét megrendezi a Pizza Sprint félmaraton és élményfutást a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. És a Szolnok Televízió Zrt. A futás a Kossuth téről indul délután 3 órakor. A versenyre a helyszínen még lehet jelentkezni. A harmadik Pizza Sprint félmaraton és élményfutáson csak úgy, mint az előző két alkalommal, ezúttal is 3 táv közül választhatnak a futók. 7, 14 és 21 kilométer, ezzel lehet elindulni, de a 21 kilométert 3 fős csapatban is le lehet tudni. Az útvonal, az a Kossuth tér, a rajt és a cél is, és Szolnokvárosnak a szebb pontjait fogják pontosabban a futók végigjárni. Ez azt jelenti, hogy elmennek a Szapári útra, a Tiszaparton, befutnak a Reptárba, vissza a Tiszaparton, át a Gyaloghídon, le a Tiszaligetbe, megnézik a Rózsakertet is, és a Szapári úton vissza kanyarodva majd a Kossuth térre fognak megérkezni. Ez egy 7 kilométeres kör, ezt kell vagy kétszer, vagy háromszor, vagy egyszer teljesíteni. Bár eddig is népszerű volt a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. És a Szolnok Televízió Zrt. Közös élményfutása, ennyien még egyszer sem jelentkeztek, mint idén. Én úgy gondolom, hogy talán ez a harmadik lesz az, ahol a létszám meg fogja dönteni az elsőt és a másodikat is. Nagyjából azt gondolom, hogy egy olyan 5000 futóval számolhatunk, ez mindenképpen azt gondolom, hogy a várakozásainkat fölülmúlja. A futásra nem csak az élmény miatt érdemes nevezni. Minden futó ajándékcsomagot, pólót és érmet kap. A kategóriák első 3 helyezettje pedig külön díjban is részesül. A futást a Szolnok Televízió élőben közvetíti.
Fél háromkor kezdjük el a közvetítések sorát. Izgalmas, érdekes témákkal is várjuk a kedves nézőket, mert olyan sporthoz kapcsolódó, kötődő embereket is hívtunk, akik nem feltétlen biztos, hogy ezen a versenyen futnak, de remek sztorikat tudnak mesélni, és természetesen már olyan emberekkel is leszerveztünk beszélgetést, akik meg fogják tenni ezt a 7, 14 vagy 21 kilométert. Úgyhogy fél háromkor elkezdjük a közvetítésünket, és a terveink szerint fél hatig fog tartani. Az előzetes jelentkezés már lezárult, de a helyszínen még lehet nevezni. Részletek a www.szolnokifélmaraton.hu oldalon olvashatók. Cipruson tanulhattak a Szolnoki SC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképzőiskola diákjai. Az Erasmus Plus mobilitás program keretében 20 diák vehetett részt egy 17 napos szakmai gyakorlaton vendéglátás és kereskedelem terén. A tanulók a szakmai ismereteik bővítésén kívül az angol nyelvtudásukat is fejleszthették, valamint a görög nyelven is megismerkedhettek. A Szolnoki Kerúsok a világ körül elnevezésű sikeres pályázaton nyert projekt keretében egy 17 napos szakmai gyakorlaton vehettek részt az iskola diákjai Cipruson. A szakmai úton 4 kereskedő, 3 cukrász, 3 szakács, 6 pincér és 4 vendéglátás szervező kapott lehetőséget arra, hogy bővítse tudását szakmájával kapcsolatban egy idegen országban. Ebben az esetben a pályázatnál a gyerekek megtanulják azt, hogy egy szállodában hogyan kell vendéglátósként dolgozni, illetve egy kereskedésben hogy kell megállni a helyüket. Szakmai készségeket, fogásokat tanultak, és nyelvi kompetenciákat erősítettek. A diákokat egy pályázat útján választották ki, mely során önéletrajzot és motivációs levelet kellett benyújtaniuk, amit az iskola nevelőtestülete, szaktanárai, nyelvtanárai bíráltak el, és választották ki azt a 20 diákot, akik lehetőséget kaphattak végül az utazásra. A tanulók nagyon jól érezték magukat, és remélik, lesz még lehetőségük ilyen utazásokon részt venni. Tulajdonképpen én magam is megpályáznám jövőre ezt az egész programot újra, ha lehetséges. Tapasztalat szempontból nagyon-nagyon-nagyon örültem minden új dolognak, rengeteg tapasztalatot szereztem, mint nyelvből, mint szakmai gyakorlatból, rengeteg új dolgot ismertem meg, rengeteg új embert ismertem meg. A 4 kereskedő tanulónak egy autókereskedelemmel foglalkozó cég nyújtott szakmai segítséget, hogy elsajátítsák az értékesítés fortéjait. A kereskedelemnek egy speciális formájával az autókereskedés, bérlés és ezzel foglalkoztunk, főként elméleti oktatást kaptunk, és így részt vehettünk különböző programokon, az oktatónk vitt minket különböző autókereskedésekbe, és ezáltal bemutatta, hogy hogy működnek ezek a háttérdolgok, különböző trükköket, tippeket adott az autók eladásához. A vendéglátással foglalkozó diákok szakmai gyakorlatukat egy szállodában töltötték, így megismerkedhettek egy szálloda működési rendszerével. Hát nagyon jó volt, mi ugye Kiszosz Hotelnek a éttermén voltunk, mivel nem volt igazi szakács, vagy mi cukrász műhely, és besegítettünk a szakácsoknak, amik voltak kisebb desszertek, azokat megcsináltunk, ilyen pannakottát, stb. És leginkább a nyelvben fejlődtünk, és ez nagyon jó volt. A tanulás és a munka mellett a szórakozásra és a város felfedezésére is volt idejük. Folyamatosan volt programunk tervezve, hát kedves igazgatónk által sosem ültünk otthon a hotelben, úgyhogy ez teljesen váratlanul ért, amikor azt vettem észre, hogy gyerünk, itt az új program, mehetünk, akkor éjszakai sétákra mentünk, és nagyon tetszett ez igen. A diákok sikeresen megállták a helyüket. Többen állásajánlatot is kaptak, és tanulmányuk végeztével várják vissza őket. Az iskola továbbra is részt vesz ehhez hasonló pályázatokon, hogy minél több diák próbálhassa ki magát külföldön, és bővítse szakmai ismereteit. Szombathelyi vereséggel zárta a felsőházi középszakaszt a Szolnoki Olajbányász. Szerdán már kezdődik a 3 győzelemig tartó bajnoki negyeddöntő, az olaj ellenfele ezúttal a Kecskemét lesz. Szubotics és Badzsim nélkül veselkedett neki a tét nélküli mérkőzésnek az olaj, a címvédőnél Váradi kapott felmentést, viszont hosszú kihagyás után visszatért Benke Szilárd. Mégsem róla, hanem Golománról szólt a mérkőzés, aki nagyon élt a palánkok alatt, köszönhetően jó részt Bojan Szubotics hiányának. Az első negyedet 3 ponttal nyerte a Szombathely, a másodikat 2-vel a Szolnok, így a nagy szünetre 43-42 lett az állás.
A harmadik 10 percben 9 ponttal is vezetett a Falcó, de Cummings pont erősségének köszönhetően nem szakadt le az olaj. Olyannyira nem, hogy 30 perc után 63-61 volt az eredmény. A negyedik negyedet megnyomta a Falcó, az olajban jobbára már a fiatalok játszottak, végül 15 ponttal győzött a bajnok. A Felsőház másik mérkőzésén a Sopron Székesfehérváron tudott nyerni, így elcsípte a negyedik helyet. A középszakasz végeztével kialakult a rájátszás párosítása is. Eszerint a Falcó a Szegeddel, az olaj a Kecskeméttel, a Körmend az Oroszlánnyal, a Sopron pedig az Albával játszik a három győzelemig tartó negyeddöntőben. A rájátszás szerdán kezdődik. Kedves nézőink, most nézzük, hogy miről ír az Új Néplap pénteken. Kisújszállás város kulturális életében odaadással és lelkiismeretességgel végzett szakmai tevékenysége, a Phoenix vegyes karban végzett kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként az önkormányzat Arany János pedagógiai, kulturális és művészeti díjba részesítette Lór Kerekes Ágnes karnagyot, aki töretlen lelkesedésével fogja össze és irányítja a kórust, akik kitartó munkájukkal sokszor a lehetetlennek tűnő feladatokat is játszik könnyedséggel oldják meg. Erről az Új Néplap holnapi számában olvashatnak, amely Kisújszállás és környéke oldallal jelentkezik majd. Kedves nézőink, most az aktuális végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Véget ért a hadgyakorlat, 9 nemzet több mint 700 katonája vett részt a közel két hetes gyakorlaton. Másfél évet kaphat, 70 kutya hangszálát vágott el egy karcagi férfi. A Tiszaligetben, az Alcsi üdülővezetben és Szandaszőlősön folytatódik a kémiai szúnyoggyérítés a városban. Kedves nézőink, Önök a Szolnok Televízió csütörtöki hírműsorát, az Aktuálist látták. Beszámolóinkat ismét megtekinthetik honlapunkon, valamint Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Ötleteiket osszák meg velünk a képernyőn látható elérhetőségeink valamelyikén. Mára valamennyi munkatársam nevében köszönöm kitüntető figyelmüket, pénteken is találkozhatunk. Reggel 6 órakor a Hírek Pluszban várom majd nézőinket, este 7-kor pedig friss hírekkel, itt az Aktuálisban. Szép estét!